Bár a hivatalos pénzügyi adatokra még várni kell, egyéb szakterületek tekintetében már lezártnak tekinthető a Sátoraljó-Újhelyi Közterület és Piacfelügyelőség 2009-es első féléve. Konkrét számok vonatkoznak például a befogott kóborebekre. Az állategészségügyi telep, amely többek között a kóborkutyák befogásával is foglalkozik, az elmúlt fél évben Sátorai városban 74 darab kutyát fogott be, miközben a környező településeken, amelyek közül 29 számít szerződéses partnerünknek, 119-et. Ez utóbbi, tehát a 119 befogott kutyának az átutalt ellenértéke, ez mindegy 1.200.000 forint, amely bevétel gyarapítja az önkormányzat és közterületfelügyelet kasszáját is természetesen. A felügyelet vezetője ehhez kapcsolódva hívta fel a lakosok figyelmét az ebtartás és sétáltatás szabályaira, amelyek minden kutyatulajdonosra vonatkoznak. Továbbra is ugyanazok az állattartási rendeletben foglaltak érvényesek. Amennyiben ugye közterületen kutyát sétáltatni csak is pórázzal lehet, ez termettől független, és amennyiben a 20 centis marmagasságot az ebb eléri, ugye abban az esetben szájkosárral is el kell látni, függetlenül attól, hogy harapos természetű a jószága vagy nem. Továbbá ugyancsak szeretném felhívni a figyelmet, és ezt a munkatársaim is fogják ellenőrizni, hogy a sétáltatás kapcsán és az eboltási könyvét a tulajdonosnak vagy a felügyeletet ellátó személynek magánál kell tartani, továbbá azt az eszközt is, praktikusan például egy nejlonzacskót, amelyel a kutya okozta szennyeződést a helyszínről el tudja takarítani. A közterületfelügyelők az ellenőrzések során ilyen tekintetben vegyes képpel találkoznak. Vannak azért lelkiismeretes ebb tulajdonosok, illetve felügyeletet ellátó személyek, akik ezeket az előírásokat maradéktalanul betartják. Természetesen olyanok is akadnak, akik ennek nem tesznek eleget. Ilyenkor természetesen először ugye a fokozatosság elvét betartva figyelmeztetést alkalmazunk, de nem maradhat el a bírság sem, amely azért szabálysértési eljárás esetén 30.000 forintot is elérhet. Sajnálatos tapasztalat, hogy az évente 200-300 befogott kutyából mindössze 1-2-ért jelentkezik a gazdája. Pedig a befogást követően 14 napig még az eredeti tulajdonos gyakorolja a tulajdonjogot. Az csak a 2 hét letelte után száll át az ebb telepre.